Sziasztok, ezen a Madárcsi Cselgős szombat délutánon Vajta Balázsnak a drive-ját láthattuk a 16-os szakaszon. Vajta Bohács Duó magyar válogatottban vezet Sebasta és Tomko ellen egyelőre egy szakasszal. Martin ütését láthatjuk, Sebasta Martin ütését. Ő a szlovákiai mid amatőr válogatottnak a csapatkapitánya. Florian az előttem. Egy hatalmas nagy drót láttam tőle, push drót, az valószínűleg a vésztériában fog landolni. Florian az egyik legtehetségesebb játékos a szlovákoknak 0,3-as handicap-vel. Provizórikus labdáját láttuk Balázsnak, és Florian is rá fog egyet ütni. Ez is egy erősebb dró volt, de ez perdék közepén landolt. No, és hát a helyzet az az, hogy közben két a magyar válogatottnak a két csapata már be is fejezte a játékot. Rádonyi Kristóf és Hatvári Árpi 2-1-re kaptak ki a szlovák ellenfelektől. Balázs és Gürtler Miki is sajnos 2-1-re kaptak ki. Úgyhogy jelen állás szerint a szlovákoknak 2 pontjuk van. Azonban a jó hír az az, hogy kint van még a Krémer-Szeverényi duó, akik vezetnek 2 szakasszal. A 15-ös green után itt van a Bohács-Vajta párosunk. Ők is egyébként a 15-ös szakasz befejezését követően 1 szakasszal vezettek. Úgyhogy itt 2 pont áll nekünk, ha minden rendben megy. És van még egy harmadik flightunk. Ők a 16-os szakasz után Dorbiba voltak 2-down-nal, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a 17-es pár 3-ason sikerül faragni a hátrányukból. És akkor jelentkezünk még a mai nap folyamán. Ugye most délelőtt forból, baseball játékformában játszanak a játékosok egymás ellen, azaz minden egyes csoportban a két játékos játsza saját labdáját, és a jobbik eredmény kerül beírásra a szkorkártyára, és a jobbik eredmény játszik az ellenfél ugyancsak jobbik eredménye ellen match play formátumban. A délután folyamán, délután 14:30-tól kezdődnek a délutáni mérkőzések, és ott forszám lesz a játékforma. Ez egy nagyon szép ütés volt Martin részéről, nyíl egyenesen fairway közepén landolt a labdája.
Tehát a délután folyamán 14 óra 30-kor fogunk kezdeni, és a játékosok, illetve a csapatok forszám formában fognak megmérkőzni egymással, ami azt jelenti, hogy váltott ütéssel játsszák végig a játékosok a pályaszakaszt, azaz a csapatnak az egyik tagja eldrájvol, utána ugyanazt a labdát a csapattársa üti tovább, és aztán így felváltva mindaddig, amíg be nem fejezik a szakaszt. Közben Bohács Zsoltinak láttuk a fairway-ütését, ami 16-os bunkeren átpattant, úgyhogy az approach ütése viszonylag a greenhez elég közeli pontról fog majd következni. Közben Balázs labdáját keressük. Balázs közben megtalálta a labdáját. Attól függ, hogy milyen fekvése. Az nagyon komoly volt. Azt a mindenit. Hát ez parádé. Bravo! Bravo, Bazi! Hát ez nem ütött hozzá. Milyeséget én beszélünk. Nem értünk hozzá. Florian, az első. Ez szép volt, Balázs. Ez szép volt. Nagyon jó mentés volt a Balázsszal. Ráadásul így mind a két játékos társunk elég közel van a greenhez. Floriannak is viszonylag jól sikerült az ütés. Egy picit balra kanyarodik a labdája, de az még meg lesz. Hát, igen, csak az a baj, hogy az erdőcsücske az most ott lesz. Igen, nem fogja látni a greent, az ászlót legalábbis, biztos, nem? Viszont a papi nem van. Martin? Igen. Jó játékos. A kezdődés helyett ez a hármas hibrid. Apa ment végig, megmondja, hogy nagyon szépen pattog. Hát, ami itt azért Pannonian, valljuk be, hogy azért nem hátrány. Igen. Közben ismét egy picit megélénkült a szél, de azért annyira nem vészes. Egy maximum két ütős alkalmanként. Amikor egy kis pöff jön, akkor azért akkor inkább kettő. Martin ütését láttuk,
támadás a greenre, green közepén pattan a labda, spinnel szépen meg is állt egyébként, fönnmaradt a labdája. Enyhez szembeszél volt egyébként az ütésének a során. You're not happy with that? Why? You can do that, you are 3 on the green. Yeah, but Florian also can manage. I don't think so, he has an angle. There are the trees. You are not able to shape the shot from the rough. Mm-hmm. Yeah, I think he can do that. Look at this, look at this. Wow. Wow. Now that's a birdie chance. That's a real birdie chance. No comment. Woo-hoo. He needs to be under pressure to play good golf. Yeah. And look at Jolt. Huh? Bouncing, bouncing, no. Nem érte el a green. Zsoltnak a harmadik ütése. Viszont Vajta Balázsnak a labdája, azt kell mondjam, hogy rendkívül közel van az ászlóhoz. Így ránézésre azt mondanám, egy maximum 40 méter. Nézzük, hogy Floriannak a birdie pat esélyével hogyan tud versenyezni Balázs. Ez túl erős a sikeredet. Hát kettőjük közül most azért Zsolt van közelebb az ászlóhoz, még hogyha nem is greenen van. De azért innen a pár az játszik. Hát még akár egy birdie is be lehet csippelni. Hát Floriannak tényleg fantasztikus volt az ütése, ez egy ilyen 3 lépés körülbelül. Zsolt, ezt be kell most csipkálni. Vagy bepattolod. Úgyis jó, csak menjen be. Igen, alább rékel egy kicsit, de gurítását látjuk most a birdie-ért. Szépen elkapta a gerincet, nagyon jól gurul lefelé a labdája, nagyon jó a tempó. Picit lyuk fölött ment a másfél lépésre állt meg a labdája a lyuktól.
Balázsnak a patja most a párért fog következni. És a játékosok megállapodása szerint most ő fog először ütni. Így, ha bemegy, akkor Zsolt megütheti bátrabban is a patját. Gyenge. Zsolt birdi patya. Ellenfél megadja, tehát Zsolt és Vajta Balázs pára hozta ezt a szakaszt, és most lássuk Floriannak a patyát, a birdiért és a szakasz győzelemért. Előtte Martin elpattolta, és kihagyta a párt. Úgy tűnik, hogy így most már bogi van. Hozta le ezt a szakaszt Martin. Tényleg árnyalatnyival ért hozzá csak, és a lyuk alatt egy milliméterrel gurult el a labdája. Ellenfél elegánsan megadta neki ezt a pattot, tehát pár játszott a pár ellen, felezték a szakaszt. Így a Vajta Bohács csapat továbbra is egy szakasszal vezet, és már csak két szakaszuk van hátra. Hamarosan jelentkezünk újra. Sziasztok!